A tolnai fonógyára a magyar sejemipari vállalat egyik gyára volt. Hosszú évtizedekig itt hernyó sejemvonással foglalkoztak, ám elérkezett az a pont a 60-as évek vége felé, amikor már nem volt gubótenyésztő ember, aki ezzel akarta volna keresni a kenyerét. A gyárak vezetői úgy döntöttek, más iparák felé nyitnak. Ez volt a fonal terjedelmesítés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy mesterséges alapanyagból készítenek fonalat nagy mennyiségben. A nylon termékeket többek között tehát a tolnai gyárnak köszönhetjük. A pesti vállalatot nem lehetett továbbfejleszteni, új épületre volt szükség, így került ez a tevékenység Tolnára, aminek az üzemvezetője akkor Steinbach Ferenc volt. Rendelkezésre állt egy 3800 négyzetméteres alapterületű épület fölhúzása. És hát tulajdonképpen így kezdődött 1968-ban a tolnai terjedelmesítés. A budapesti Dunacérnázóba mentek tovább képzésre, ott 9 hónap alatt sajátították el az ismereteket. Egyes munkakörökben 3-4 hónap tanulásra volt csak szükség. Ezzel párhuzamosan a környező településekről folyamatosan toborozták a munkaerőt a tolnai gyárba. Az üzem fénykorában közel 500-an dolgoztak. A fonoda mellett volt egy cérnázó üzem is. 6 napot kellett dolgozni, amit 2 nap szabad nap követett. Ezzel a munkarenddel tulajdonképpen a szabad szombat, vasárnap, az csak 6 hetenként esett szombatra, vasárnapra. És ennek következtében a tulajdonképpeni szabadnapok azok hét közepére, hétnek bármelyik 2 napjára esetett. Na most ez volt talán az egyetlen gát többek részéről, amiért nem vállalták. A munka, a gépek kiszolgálása nem volt nehezen betanulható, tette hozzá az egykori üzemvezető. A magyarországi kötődék kielégítése volt a cél. Különösen még amikor a Dunacérnázó egyedül létezett, akkor is egymás után jöttek azok a problémák, hogy mindig többet és többet szerettek volna vásárolni az ország kötődéi. De hát a Duna be volt határolva, és a tolnai terjedelmesítés teljes beindulásához természetesen egy bizonyos időre volt szükség. Fél év alatt azonban a tolnai üzem is beindult. A Duna cérnázón használt gépeivel folyt a munka. 1970 második felébe már itt is kaptunk nagyobb teljesítésű gépeket. Majd 1971-ben Franciaországba ment Tolnáról egy küldöttség a Sotexa céghez, ahol megismerkedhettünk egy új rendszerű, egy új típusú terjedelmesítőgéppel. Innen vásárolta a gépeket, közülük 3 Tolnára is került. Évekkel később ismét francia gépeket vásároltak a Tolna megyei gyárba. Ezek az utolsó gépek naponta minimum 1 tonna fonalat állítottak elő, és tulajdonképpen ezzel a meglévő gépparkkal, amivel a Dunában meg Tolnán rendelkeztünk, ezekkel körülbelül ki lehetett elégíteni a
magyar kötőipart. 1972-ben 663 tonna, 3 évre rá pedig már közel 1560 tonna fonalat terjedelmesített az üzem a különböző modern gépeknek köszönhetően. 1984-ben már összesen 4450 tonna fonalat kellett előállítaniuk. Egy idő után a tolnai gyár foglalkozott csak ezzel a tevékenységgel Magyarországon. A gyár és annak vezetése életében azonban jelentős változások történtek a rendszerváltás környékén. Steinbach Ferencet pedig indoklás nélkül és azonnal leváltották 1989 végén. Hát egy ideig még azt mondták, hogy legyek a anyagraktárnak a vezetője. Hát azt, mivel nem volt más hirtelen lehetőségem, elfogadtam természetesen egy föltétellel csak, hogy ha én egy személybe leleltározhatom az egész raktárt. Steinbach Ferenc a szakképzésben hasznosította a tudását, oktatta a fiatalokat. Azt mondja, a tanítást is nagyon szerette. A tolnai üzembe pedig eközben számítógéppel vezérelt új gépek kerültek, a neve is megváltozott. Először Tolnatex fonalfeldolgozó KFTV, később egy német tulajdonos jóvoltából dr. Günther Krasz lett. A német cégnek nem, német cég nem azért vásárolta meg a gyárat, hogy szintetikus fonalakat állítsanak elő, hanem azért, hogy kurens üvegszövetet hagyhatják el a gyárat. A fonal terjedelmesítés az évek során csökkent, 2008-ban pedig végleg befejeződött ez a fajta tevékenység a tolnai gyárban.